anyaföld, mely sok hőst és dolgos embert nevelt, gyöngéket segítőt, hol járt a légió. Pödör György Ad Köpenyet Felét című költeményének előadásával kezdődött a konferencia második napja, majd ezt követően Puskás Tivadar köszöntötte az esemény résztvevőit. A polgármester elmondta, a kétnapos konferencia sorozat létrejötte bizonyítja, hogy Szent Márton szellemisége mai társadalmunkat is áthatja. Ezt a közösségteremtő szemléletet, a szociális érzékenység szemléletét, a nehéz helyzetben lévőkön való segítés szemléletét tovább visszük, akkor nyertünk már. Az esemény szervezésében részt vett a Nemzeti Művelődési Intézet is. 2013. március 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Tanács kibővített részleges egyezményéhez, amelyben a kulturális útvonalakról döntöttek. Az ezzel kapcsolatos magyar koordinációs feladatokat bízta Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter a Nemzeti Művelődési Intézetre 2013. júniusában. Miért fontos számunkra, a Nemzeti Művelődési Intézet számára Szent Márton? Tehetnénk fel a kérdést. És nagyon egyszerű a válasz, hiszen az egymás felé fordulás, az a segítőkészség, az emberbarát szemlélet, amelyet Szent Márton példáz, az a Nemzeti Művelődési Intézet küldetése is. Szent Márton ma is aktuális üzenetéről Hende Csavaország gyűlési képviselő szólt, aki kiemelte a katonából lett püspök nagylelkűségét, józan gondolkodását és azt, ahogy az elesett emberekkel is sorsközösséget vállalt. Sokak szerint talán túl sokat is beszélünk városunk legnagyobb szülöttéről. Én azonban úgy gondolom, hogy nem lehet eleget szólni az Anyaszentegyház és ebben az emberiség történetének egyik legnagyobb alakjáról, akinek tanítása 1700 év után is érvényes. Hozzátette, ma világunkból hiányzik a keresztény szolidaritás, pedig éppen erre lenne most a legnagyobb szükség, hiszen az európai civilizáció napjainkban komoly veszélyeknek van kitéve.